Moldvát emlegetted, én is jártam Moldvába, és sok minden eszembe jut, de ez, amit elmondok, ez később szakmámba vágott. Tudtam, hogy mikor csendes pihenő lesz, akkor én körülöttem minden lesz pihenés. Tehát ez valószínűleg az mozorgott bennem, aminek most is használ teszem. Az év egy napján túl irgalmatlan szomorúság és magány szokott kerülgetni, ez mindig szilveszterkor van. Kizárólag az váltja ki bennem, hogy olyankor vidámnak kell lenni. De mikor látom, hogy az emberek egy picit valami búsulnak, vagy megvédő savanyodott a levegő, akkor mindig ilyen kísérletek szaladgálnak bennem, és akkor szeretem a vidámságot, és ezt kellett megtanulnom, hogy azért ezzel óvatosan. Lehet ezzel ízléstelenet tenni, meg lehet veled bántani, meg szentségteleníteni pillanatokat. És egy gyermekkorom ezzel a kísérletezéssel telt, komoly méretű pofonzáporokat gyűjtöttem össze magamnak. Én nem voltam jó, de a hátsó padban valami adott rám mindig. De adtam is tovább mindennek volt torzmását, az én világon mindenkit lemásoltam, leutánoztam, és édesanyám is hasonló volt. Ő 4 osztályt járt iskolába, ennyit sikerült járjon, úgyhogy az eredetiségét nem kezdte ki semmi. Budapesten a 7-es buszon az alapélményem volt, hogy egyszerűen rá kellett szólni. Édesanyám most már nem nézd annyira azt az embert, mert mindenki azt nézi, hogy te őt nézed. Hát egy kisfiam, nem hallott, hogy szenved. Hát ki akarja mondani a szavakat, és nem tudja. Hát mondom, hogy ilyen angolul beszél. Kisfiam többen beszélni, mint a te búzsági elvárásokat. Tehát kisfiam, nézzek, hogy szenved. És ezt mire olyan előadást hittentek, ahol az egy álma amerikai embertől. És az az érdekes, hogy ő akkor, amit megfogalmazunk mára, ez a magyar ember az átlag fiatalság beszédje. Tehát azokban furcsa helyeken felrángatott szemöldökök, de ilyen turgesztikulált mondatok. Ezeket ki lehetett mutatni, hogy 10 évenként lopockodtak be ide a Kárpát-medencén, át a televíziós sorozatokban egy-egy főhős mozdulatai így meghonosodtak. Édes olyan pompásan ki tudta ezeket mutatni, a figurás készségeit értettem. Nekünk nem volt televíziónk, én 61 éves tévétlen ember vagyok, és az első emlékeink közt az óvodán kívül ez, hogy egyáltalán aludtunk, annyira kicsi volt a lakás, hogy 3 irányban leugrottam az ágyból, falba vertem a fejem. Mindenki már nem tudtam, mert neki volt támasztva a falba. És ahogy este megkezdődött az édesanyám műsor. Tehát ez volt a fő csatorna, nem volt rivális, nem volt munkorász és semmi. Ez zsíros kenyérrel működött. És olyan figurással, tehát mi estünk 3-4 felé ketten édesapámonnak, ez a szőrellenében simogató. Tehát kedveskedik, de mindig valami mindig élére állít. Hoztam haza valami testi beszédet az óvodából, édesanyám úgy csavarta le a számról, hogy lentánzott. Édesapám megmondta, kisfiam, ez germanizmus, értem? Én még óvónének tudok, bocsánat, ez germán. Ebben így lettem kétnyelvű, hogy mindent el tudtam úgy mondani, hogy a társaimtól hallottam, és várták tőlem, és ahogy ott volt. Édesapám, mikor angolra megpróbált tanítani franciát, németet, latint, minden korán előtt, 10-15 nyelven fordított, éreztem, hogy nem ér rá, sietnie kellett. De az a gér elcsodálkozott,
amikor nem a szavakat tanultam meg, hanem egy ilyen szónak a felépítését akartam megérteni, hogy egy interessant, miért ugyanaz, mint az érdekes. Ha mi érdekes, az ahhoz nekem érdekem fűződik, és ott a kis jelenet pedig nem lesz. Vagy woman, man, woman. Hát akkor mi az a who? Nem értem. Mi a különbség a who? Bocsánat, de kis jelenet, de nem értem. A másik, ami eltérített a reformáson, a rajzok. Tehát az, amit olyan jó szándékkal Szecskó Tamás, Vilc Ádám, Párizsban a fodrász, látszik, lesz, tehát erre annyira nem érdekelt, hogy ott már fáj. Nem tudtam magam rávenni, a fájokban, de ilyen magasrangú cipőben tipettek az elfeltolgat, ilyen kis francia, kis leánkák, na az viszont borzasztó. Hát ez egy elhető gyerekkor, viszont néhány magyar nyelvet majdnem megtanultam, és sok dalt, és sok nótát azt mondta, hogy a fiam, hát én elmúlok, de ezek a nótákban ott leszek.